A nemzetközi összejövetelen elhangzott a városok arculatát az önkormányzatok és az egyének összefogásával lehet megőrizni. Az impozáns épületek óvása mellett a kevésbé értékes lakóházakra is kellő figyelmet kell fordítani. A közvetlen cél, hogy ez a fantasztikus kultúrás örökség, építészeti örökség, amit Szabadkán található, ez még a további generációk számára is megmaradjon. De nem pont a városházáról van szó, hiszen az annyira kiemelkedő és híres, hogy azt talán nem fenyegeti veszély, de hát itt nagyon sok olyan hasonló és nem központi elhelyezkedési épület van, amelyet viszont fenyeget az a általános veszély, amit Közép-Európában nagyon akuttá vált. A konferencián egyebek mellett elhangzott, hogy a turistákat elsősorban a gazdag építészeti hagyaték vonza. Ez főleg a szecessziós városokra érvényes. Ahhoz, hogy Szabadkára minél több turista jöjjön, nekik valamit mutatni kell. És hát mit tudnánk más mutatni, mint a kulturális örökségünket, és főleg az építészeti örökségeinket, szecessziós épületeinket és egyebeket bemutatni. A Városháza dísztermében megtartott konferencián skóciai, spanyolországi, magyarországi és szerbiai építészek és urbanisták számoltak be tapasztalataikról. A kétnapos szakmai tanácskozás szombaton a Livka Sándor Ártmoziban folytatódik.